A gárdonyi rendőrség egyenruhása segíti a gyerekek közlekedését a vasúti átjáróban, a gárdon. Ez a vonal nyáron az egyik legforgalmasabb. Naponta 270 vonat halad át rajta, ami azt jelenti, átlagosan 5 percenként csukódik le a sorompó. A helyi kapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője azt mondja, nagyon rég történt itt utoljára baleset, a megelőzésre azonban nagy hangsúlyt fektetnek. Nagyon rég történt olyan közlekedési baleset, ami vasúti átjáróban. Itt inkább az a jellemző, hogy a helyi lakosok nyáron a gyaralók figyelmen kívül hagyják a vasúti átjárókba piros jelzést, nem néznek körül, átmennek, többször kellett figyelmeztetnünk helyi nénit, bácsit, nyaraló családot, hogy figyeljenek oda, piros jelzés van, nem mehetnek át. Az alezredes hozzátette, nagyon fontos az átjárókban a szabályok betartása és a körültekintés. Kiemelte, a piros jelzés az autósokra, a kerékpárosokra és a gyalogosokra egyaránt vonatkozik. A rendőrség mostantól a szabályok betartását a vasúti átjárókban is ellenőrzi, ehhez még drónt is bevetnek majd. A MÁV szóvivője arról beszélt, hogy a vakáció idején a fiatalok gyakran dobálják meg a vonatokat, és a sínekre is sokszor tesznek különböző tárgyakat azért, hogy a mozdony átmenjen rajta. Bíber Anett nyomatékosan kér mindenkit arra, ne tegyen ilyet senki, hiszen mások életében játszik. Nagyon nagy butaság terjed a fiatalok között, felmásznak a vonatok a vasúti kocsik tetejére, és szelfit készítenek. Ne tegyék, a felső vezetékben 25 ezer volt van, ívet húz és halálos áramütést lehet megélni. Bíber Anett emlékeztetett, a MÁV teljes hálózatán vasúti hibából 2008 óta nem következett be halálos áldozatot követelő baleset. A tragédiák oka minden alkalommal a KRESZ szabályok megszegése volt.